Sziasztok, Drami vagyok! Újra együtt kalandozhatunk most a harmadik részben. Először is szeretném megköszönni nektek a rengeteg pozitív visszajelzést az előző részekkel kapcsolatban. Nagyon jól esett, hogy értékeltétek azt a rengeteg órát, amit a videók szerkesztésébe tettem. Ha esetleg azt gondolnátok, hogy ez a rész, cím, clickbait, akkor megígérhetem nektek, hogy nem az. És az epizód végén minden világos lesz. Az előző részben sikerült összerakni egy kiváló védelmet nyújtó páncélzatot, minden csupa gyémánt, védelem négy bűbájjal. Így most már készen állunk veszélyes kalandokra is. De nem akármilyen veszélyeket terveztem a mai napra, a játék legfőbb szörnyeit szeretném legyőzni, ráadásul csellel. Izgalmas résznek ígérkezik, vágjunk is bele. Először a vasbányából nyíló barlangot szeretném felfedezni, rengeteg kincset sejtek ott, és jó sok mubbal kell megküzdeni. Szükségünk lesz fákjára, és egy üllőre, hogy a varáskönyveink bűbáját rátehessük a tárgyainkra. Regyártok fákjákat, és utána mehetünk a vasakért. Akkor kibányászunk Hát körülbelül olyan 10-15 vasat, innen is, és utána mehetünk is kiégetni őket. Na itt még volt egy kis arany, erről jut eszembe, hogy aranyalmát kellene gyártani, hogyha esetleg nagy bajba kerülnénk, akkor abból ki tudunk mászni egy aranyalma elfogyasztásával. Úgyhogy van most 27 aranyam, ebből pont kijön 3 darab közben elkészült a vas kiégetés, ez a 12 elég is lesz most, hogy legyártsuk az üllőt, kell három vasblokk és négy rúd, így lekraftoljuk, és mehetünk is a bűbájoló asztalhoz, hogy rátegyük a varázslatainkat. Van most egy hatékonyság négyünk, az üllő itt jó helyen lesz, kell még egy kis szint, ma 30-hoz, és akkor még valami gyorsan kikérek közben. Még pár csapás. Hopp, ezen egy tüske volt. Jó, megvan a 30-as szint. És akkor nézzük, mit lehetne kikérni, mondjuk ezt a törhetetlenséget. Hoppá, egy élesség négy is rákerült, akkor ezt kardra kellene tenni még. Volt még egy törhetetlenség könyvünk, ez rákerülhet a vascsákányunkra, és akkor így még egy hatékonyság négyel tovább fejleszthetjük a csákányunkat Rákerül a kardunkra ez a jó kis varázslat, amit találtunk, és még a looting 3-at is ráteszem, ez lesz akkor egy időre a fő kardunk. Maradt még egy lang varázslat az előző részben. Azt rátesszük az íra, pár csapás még a zombikra is mehetünk is a barnakba harcolni, amit egy montásban szeretnék nektek megmutatni. Jó sok mindent sikerült összegyűjteni, meg is telt a hátizsák. Ezeket akkor kipakolom. Igen, rengeteg redstone, ametiszt, vas, arany. Ezt mind ki kell égetni. És még a 12 gyémántból pedig majd kitalálom, hogy mit kellene elkészítenünk. annyi volt a... Tudsz, hogy még két kemencét le kell tenni. 64-esével sem fértek bele. És a kiégetett aranyagból pedig el tudjuk készíteni a maradék három aranyalmánkat is, és még egy távcsövet is le tudunk gyártani, amit ki is próbálunk rögtön ezen a kis papagájon. Na nézzük, hogy szuper áll ez a távcső, szevasz! Gyönyörű vagy! No de miért is kell a távcső, hiszen az Optifine moddal lehet zoomolni, ha megnézitek, ilyen közelre hoz a távcső, és ilyen közelre az Optifine, azért jobb a távcső. Akkor legyártunk még egy gyémánt kardot, és egy gyémánt ásót, meg egy gyémánt csákányt, és akkor ezekre is teszünk valami jó kis bűbájt. A csákányt azt leginkább arra fogjuk használni, hogy feljavítsuk a most meglévőt, és akkor még egy gyémánt cipőre lesz szükségünk, hogy a könnyű esés bűvájt is megszerezhessük a mostani cipőnkre, és hopp, második szinten adja tökéletes, és ki is ki. Még egy törhetetlenség is került rá egy kettes szintű bűbájként. És ráadásul úgy, hogy pont ez a kettő hiányzott. Csodálatos pár csapással újra 30-as szintűek vagyunk, és jöhet egy gyengét érintés az ásóra, és ez is kapott még hatékonyság négyet, törhetetlenség hármat, tökéletes. No, akkor újra 30-as szint, és nézzük, hogy az íjunkra mit kapunk. Hát egy törhetetlenség, ami nagyon jól jön, mert most egy végtelen van csak, Könyvre is kikérünk egy törhetetlenséget, és akkor összerakjuk a két cipőt, így lesz egy majdnem tökéletes gyémán cipőnk, ami könnyűes, és védelem négy, feljavítjuk akkor a csákányunkat is, erről is már csak egy javítás hiányzik. Remek. Az íjunkat feljavítjuk, rákerül a törhetetlenség, most már ez egy szuper kis íj. no és még maradt egy törhetetlenség három, és egy vízaffinitás, és már csak a páncélunkon nincs törhetetlenség, és ezt orvosoljuk és a sisakra rájön a vízafinitás, most már jól tudunk bányászni víz alatt is, és irány vissza a barlang. Hopp, egy gyémánt, megnézzük alaposan a távcsővel, és kibányásszuk kettő darab. Nincs több sajnos. No, itt vannak creeperök, akik egy újabb ametiszt keódát őriznek, szépen leíjazzuk őket, mennyire biztonságos pár fákját itt azért el kéne helyezni, hogy itt a geoda körül ne legyen spawn. Itt még lopakodik valaki, két lövés megoldja. Na nézzük ezt a Geódát. hát ez hatalmas, ezt is átalakítom így, mi? Már csak az a sárt termelő ametiz blokkok maradtak, és azoknak is az oldalait letisztogattam, hogy minél több oldalon tudjon sárdot termelni. Na, egy hatalmas barlangba sikerült belekerülni. Opp, ott van is egy gyémánt, elmegyek érte. És akkor így alatta vagyunk, most már biztosan nem hullik a földre, egy megvan. Nézzük, hogy hány darab van még. Még egy, és hát úgy tűnik, nincs több. Lassan az egész barlangot átfésültem, de még ott van egy gyémánt, azt szedjük ki. Nézzük, hány darab. Hát tényleg csak egy lett. Akkor mehetünk ki a cseppkőbarlangból. barlangból. Itt most találtam egy jó kis lávatavat, ami mellett van egy ametiszt geóda, de megtelt a hátizsák, úgyhogy ezt most nem szedem ki, irány kipakolás. készletekkel még nem vagyok megelégedve, úgyhogy még egy harmadik körre vissza kell menni a barlangba, de hát előtte kipakolunk, jó sok ametiszt jött össze, és ebből a 12 gyémántból pedig a hiányzó szerszámainkat szeretném legyártani. Először a fejszét, utána egy kapát, tegyünk rájuk a varázslatot, egy hatékonyság 4, és egy törhetetlenség 3 a fejszére, nagyon jó, kapára is hatékonyság 4, és ott is megkaptuk a törhetetlenséget, szuper, még egy varázslatot szeretnék kikérni, egy törhetetlenség 3 legyártunk egy csákányt, és mehetünk is gyémántért. Na ott, mintha már, lenne is egy gyémánt, nézzük meg. Igen. Ma ezt a csontvázat kell lerendezni, és utána mehetünk kibányászni. Így. Hopp, ott a Földön is van egy. Nagyszerű. Kettő. 3, 4, 5, hat. Tökéletes. Hét. Super. No itt nem férek hozzához a falon lévő gyímánt, az Annyit a mob. Jaj. Na akkor megpróbálom őket innen lerendezni. De néz csak? Hey, az egyik skeleton lelőtt egy creepert, aminek hatására odajött a lemez. Kis arany, és ebben a barlangban is. Itt egy jement, csak egy, egy. Menjünk be ide is. Hmm, hatalmas nagy lávatengertó. Azt mondja, hogy nézzünk, hogy ott is van. Igen. Megvan, megyünk és kiszedjük. Egy. Nincs több. A túloldalon is, mintha lenne egy, nézzük csak, igen, akkor azt is begyűjtjük. De előtte kell egy kis kő, hogy hozzáférjünk ott a tó pén, És ahogy gyűjtöm a követ, hát mi ugrik elő, újabb gyémántok. Tökéletes. Jó, még egy kis kő, és akkor ki tudjuk szedni itt a lávató feletti gyémántokat is. Még kettő van. Egy, kettő, nincs több. Egyelőre elég lesz, mehetünk vissza kirakodni. Oké, kipakolás közben hallgassunk bele az új lemezünkbe. Ez az, rázzad. Papagájnak legalább tetszik. Na hát eddig jobb, mint az előző, hallgassunk bele. Jó, a következő cél, hogy a nedőrben szerezzünk egy tűzellenállás ital alapanyagot, ehhez egy erődöt kellene találni, és nézzük, hogy miket vigyünk magunkkal, de előtte még ezeket spawnproof teszem, ugyanis itt a felső szlebek, azokon éjszaka létrejöhetnek mobok, úgyhogy azt el kell innen sürgősen távolítani. Így, jó. Hát ez mi? Azonnal kikapcsolni, azonnal kikapcsolni. Itt az alattunk lévő kis parlangban már meg is építettem a Nether portál kapu alapjai 10 obszidiánból. Nincs más teendőnk, mint begyújtani és átmenni első alkalommal a nedőrbe. Na nézzük, mi fogad minket. Jó, egy nedőrvész biome egy Warp Forest Biome. És itt a nedőrben két legfontosabb építmény az erőd és a bestion. A bestion az a pigmeneknek az otthona, és aranyat lehet onnan elsősorban szerezni, vagy akár olyan lootot is, mint a Netherite szerencsére. Ez is pont van most a közelünkben, de amire nekünk most elsősorban szükségünk lesz, az az, hogy a nedőrben is minél kisebb eséllyel halljunk meg, vagyis egy tűzellenállás italra. Ezt pedig az erődben lévő blézektől szerzett bléz rudakkal és a szintén az erődben található nedőr pipírcsókokkal tudjuk biztosítani, plusz még szereznünk kell a magma blokkokból magma krémet. Szerencsére egy erőd is van a közelben, nagyszerű, nem kell majd sokat keresni, úgyhogy induljunk is, elfedezzük fel ezt az erődöt együtt. No, egy bestsem, szuper, ott egy elhagyatott portál, igen, nézzük mi ott a lút. Azt mondja, hogy egy aranyalma, nem rossz, mehetünk tovább és akkor itt van a portál, kapunk, és erre rögtön egy Fortress, hát nagyon jó szíd a drami Minecraft szíd, mindenkinek szeretettel ajánlom, egy ugrás, és itt vagyunk, ezt azért majd legközelebb egy kap, lejáróval oldjuk meg, és fogjuk a loot 3-as kordunkat, és megpróbáljuk az első blaze rodot megszerezni ettől a Blaze-től, és kettő is. Hát igen, nagyon jó a zsákmányolás bűbáj, ajánlom mindenkinek, hogy felkerüljön a kardokra, és már itt is van a bibircsók, Szuper, megvan mindkét komponens, már csak egy magma kockát kell találnunk, akitől elszedjük a magma krémet, visszak egy kis lélekhomokot, mert csak ezen nő a bibircsók, és még egy tökéletes, azok a pipírcsókok itt a lépcső lejárónál szoktak lenni. Hopp, egy vidörcsonti. A vázak három magasak, ki is lehet őket cselezni, de ha egy hátrálva támadjuk őket, akkor jó esélyes sérülés nélkül megúszhatjuk. Nézzük, itt mi a Egy gyémánt lópáncél. Ezt még tudjuk majd használni szerintem. Hát ide jól benőtt ez a fa. És két gyémánt, nagyon jó, meg egy nyereg. Na, akkor egy teljes lófelszereléssel mehetünk tovább, egy újabb láda. A kis barátságos, vagy hát nem ellenséges. Pig, zombi pigmenek, és itt a magma. Nagyon jó. atta jó ég. Atya, úristen, mennyien vagytok. Látjátok még, hogyha egy tömegével jönnek, és így szépen hátrával csapkodjuk őket, akkor megúzhatjuk. őt nem kéne bántani sérülés nélkül, de azért egy betalált, nem talált. Hoppá, egy Wither Skeleton koponya, de jó. Na ebből hármat összeszedünk, akkor meg lesz a Wither idéző alapanyag is. Na innen vissza gyorsan csináljuk meg az italt, aztán visszatérünk ide a nedőrbe. No, a nedőrvartokat úgy lehet termeszteni, hogy leteszünk lélekhomokot, ugyanis ez az a táptalaj, amiben ők jól érzik magukat mondjuk ennyi elég is lesz, és innentől kezdve rájuk tehetjük, vagyis elültethetjük ezeket a nedörbartokat, és ugyanúgy nőnek, mint a többi növény. Ezt követően legyártunk egy kardot, illetve egy csákányt, plusz egy sisakot, és elmegyünk bűbályokat tenni, mert 34-es szintet elértük, ezek nem jók, lecserélem, és a sisakra egy légzés három, egy víz alatti légzés háromat a kardra egy suhintás hármat teszek, összeteszem akkor a két sisakot, és így most már majdnem a javításon kívül, önjavításon kívül majdnem minden van, és azt elfelejtettem még, hogy homokot kell gyűjtenem, mert a varázsital főzéshez. Üvegcsékre lesz szükség, amit üvegből készítünk, a homokot akkor kisütjük, hogy üveg legyen belőle. És hozunk még vizet, ami szintén majd a kis flaskáink megtöltéséhez kell. A vizet itt elhelyezem, nagyon jó kis vízforrás lesz, elkészítek három üvegcsét, megtöltöm őket, és akkor még kell egy főzőállvány, az három zúzott és egy blézrodból készül. Itt jó helye lesz, teszek alá egy felső szlebet, ne lebegjem, be a három víz, és akkor alvás után kifőzzük. Kellett akkor a blézrodból kettő blézpor, ez fogja fűteni a főzőállványt. Jöhet a magma, illetve nem a magma krém először, a netherworld, volt, hogy vízes palackból ilyen furcsa, varázs legy, ö, varázsital legyen, és ebből készül aztán a, a, speciális varázsital, jelen esetben a magma krémből a tűzellenállás ital, és a három perces italokat redstone porra látváltoztatjuk 8 perces hatóidejűvé, és most már újra készen állunk, hogy 24 percen keresztül tűzimmunisan a netherben hadakozzunk. No, itt egy gazd, akkor őt megpróbáljuk gyorsan levadászni, úgy, és mielőtt visszatérnénk az erődbe, eszembe jutott, hogy belátható távolságra került a, a Strongholdnak a felkutatása, ugyanis van blészporunk, akkor miért ne gyűjtsünk end, enderpörlöket az endermenekből, és erre a legjobb módszer az, ha csónakot készítünk, és megpróbáljuk őket belecsalni. Ide leteszek egy csónakot, hogy menj bele, még egy kicsit, még egy kicsit, úgy. És innentől kezdve biztonságosan lehet őket kaszabolni, és így összegyűjtjük a szükséges endőrpör mennyiségeket. No, akkor az emlegetett lejárat az erődhöz. Hogy egy lépcsőt készítek innen a magasból, hogy biztonsággal eljuthassunk oda egy kis fából Itt vár is már minket egy csonti, az lepottyant. Nos ebben itt van a kis pajtása, majd vele akkor elbeszélgetünk. Ja nem, az egy Minden esetre most már van egy jó kis lejárunk, megisszuk a tűz ellenállást, és belevetjük magunkat az erőt harcokba. És keresünk, hoppá három csonti. Na, sikerült leíjazni őket, nézzük, mit dobtak. Egy vas, most kaptuk meg, még csak a vas páncél hát akkor ez jól kimaradt. <laughs> Rögtön gyémánt páncélra indított, és arra gondoltam, hogy ide bevágnék egy erőd csata montást, ugyanis rengeteg mobot kellett tölni, hogy begyűjtsünk mindent. És minden alatt azt értem, hogy már több mint 20 vider csontit öltem, és még mindig nem dobtak jobb. Ja koponyát, hát csak mondanom kellett, és már is pottyant. Nagyszerű. Így a loot 3-as kardunkkal egyébként 4,5% az esélye annak, hogy dobunk, és ez be is következett, mert kb. a 60 adiknál jött egy újabb koponya, van a 3, mehetünk is vissza. Megszereztük a blaze és a csontváz koponyát. Ismét összejött a 30-as szint, úgyhogy ö, megint varázsolunk egy picit a bűbájoló asztalnál. A gyémánt kardra teszünk egy jó kis varázslatot. Egy élesség négyet és egy suhintás három is rákerült. Nagyszerű, a későbbiekben ezt fejleszteni fogjuk. Viszont most elindulunk obszidiánért, mert hogyha az... Strongholdba szeretnénk menni, akkor szükségünk lesz egy Ender Chestre, vagyis egy olyan ládár, ami lényegen plusz 30 slotot ad nekünk az utazásunk során. össze is gyűjtöttem ennél a lávatónál, és egy geoda. ez már a negyedik. Jó, hát ezt nem fogjuk most aktiválni, de ott egy gyémát, azt azért kiszedjük, ezt nem hagyjuk itt. Ma még? Nincs, akkor Menjünk fel, és készítsük el akkor, ami még hátra van, te jó ég! Aranyolma! Ebből majdnem nagyon csúnyán jöttem ki. Ugyanis, amikor kijöntöttem a vizet, még nem volt biztos, hogy a láva fölött vagyok. Egy kis gyémánt azért végazdíjnak jó lesz, és majdnem bezártam magam az obszidián alá. Új, szerencsésen alakult, óvatosabbnak kell lenni. No, akkor a blézporokkal az Eye of Endereket elkészítjük, 19 darab, és legyártunk még két darab Eye of Enderből és 16 obszidiánból két Ender tehát egyiket itthonra, a másikat pedig magunkkal visszük. És az Ender az a nagyszerű tulajdonsága van, hogy bármit teszünk az egyikbe, az bármelyik másik Ender chestből kiszedhetjük. Az előkészületek során pedig arra gondoltam, hogy viszek magammal ö, rakétát ez papír és puskapor kell, ugyanis ha eljutunk odáig, és megszerezzük az elitrát, és a szárnyakat, akkor már rögtön használhatjuk is őket. Betettem mindenféle nyersanyagból, tűzellenállás italból ö, tartalékot az endőrcseszbe, és földeket, ezek majd a csapdához kellenek, amiket emlegettem a rész elején. Az endőcsest felvételihez viszont gyengéd érintéses csákányra van szükség, úgyhogy azt még mindenképp szereznünk kell a bűbájoló asztalhoz, úgyhogy menjünk is le. Sikerült addig válogatni, ameddig felajánlotta, úgyhogy felküzdjük magunkat most már 30-as szintre, és kikérjük. Meg is van. Hát nem kaptunk hozzá semmit, de ez is elég lesz. Feljavítjuk a kardunkat, és készen állunk az útra, egy utolsó ellenőrzés a csomagra, minden megvan Viderhez, Ender Dragonhoz, szuper, akkor induljunk. Első feladat, hogy eldobjunk egy Ender Pört, és meg, illetve egy Eye of Endert, és megnézzük, hogy merre száll el, arra találjuk majd a Strongholdot. Körülbelül 20% esélye van annak, hogy az fender használat után eltörik, vagyis körülbelül minden ötödik, érdemes miatt tartalékot hozni magunkkal. Most jutott csak eszembe, hogy nem hoztam magammal üvegcsét, amiben a sárkány leheletet kellene összegyűjteni, úgyhogy hát most útközben akkor bányászok egy kis homokot, és azokat kisütöm. Na no, akkor meg is vannak a homok, kiégetések, az üvegeket itt a crafting table-on össze, barkácsolom, 63, úgy, és akkor folytathatjuk a kalandot. És már jó közel járhatok. ezek a strongholdok általában a kiindulási helytől olyan 1200-1400-1600 bloknyi távolságra vannak az első körben, de három is van, a gyöngy minket a legközelebbihez. Irányít, és elerett az eső. Remélem nem lesz belőle vihar. Szerencsére eddig még a gyöngyökből nem fogyott. Úgyhogy jól állunk. Még megvan 12 kell a portának a beindításához. Na, akkor itt most már remélem tényleg nagyon közel vagyunk. Egy creeper nem tetszenek nekem ezek a színek. Ajjajjajjajj. Vihar van, ami azt jelenti, hogy a mobok is panolhatnak. úgyhogy ez most nem hiányzott az útnak a végére, és oh, ez mi volt? Fantomok, nem aludtunk már napok óta. Te jó ég. Ha három éjszakát kihagyunk, utána fantomok is panolhatnak akkor hogyha szabadig van a fejünk felett Ejjjjjjj. nem olyan veszélyesek de hát rendkívül bosszantó most nem akartam ezekkel foglalkozni így azért gyémánt páncélban sokkárt nem tehetnek bennünk de amíg rájuk figyelünk legalább egy jó kis fantom membrán sikerült begyűjteni szóval amíg rájuk figyelünk addig simán meglephetnek minket creepörök na azért remélem, hogy nem lesz gond. Nézzük, hogy merre van a Stronghold. Hopp, az eltört. Na no, se baj. Itt a fák alatt a szerencsére nem jöhetnek utánunk, mert van valami a fejünk felett, úgyhogy szépen itt ellavírozunk. Elég éhesek vagyunk már, úgyhogy enni kellene valamit. Na, akkor innen kitalálunk, és akkor újra... Dob... úristen, mi ez? Te jó ég, húcsunk. Ilyet még nem pipáltam. 5 darab csontvázlovas csontlovakon. Hát ennek mekkora az esélye? Villám csapásra egy csontvázló létrejött, és utána közelmentem, és akkor átváltoztak csontvázlovassá. Atya úristen, ilyet még nem láttam. Ő. Meg kéne szerezni egy ilyen csontvádlóat. Na, egy creeper még rám robban, csodálatos. Oké, okay, kettő lónak annyi. Mit, hogyha még lenne valahol egy. Ó. Hát a frászt hozták rám. Na hát, ott még egy példány biztosan megmarad, most nagyon jól kéne célozni, ne bántsátok csak a lovast úgy na viszont szerezhetünk egy egy creeper robbanást a hátunkba, hát ez nem igaz fű, nagyon-nagyon meleg itt a pite gyere csonti mert ott jön egy másik creeper menjünk innen, gyere gyorsan, gyere, gyere, na jó, én akkor szakadjon el a póráz. Így. Na akkor hogy vigyelek ki innen? Ez biztos, hogy nem jó ötlet lovagolni itt a sötét től mert beakadunk mindenbe és lassan haladunk. Tehát muszáj pórázom megpróbálni. Na nézzük, egy páncél tehetek hát nem? Mekkorát tudsz ugrani? Nem rossz. Van egy. Csontváz lovunk. <laughs> Azért eddig jól alakult ez a hajmeresztő történet. Na hát szerintem itt nem fogunk tudni lovagolni. Úgyhogy inkább a póráz lenne a jó megoldás. És még legelészik is. Hmm. Ennek örömére én is eszek egyet. Szevasz! Te vagy az új házi kedvenc! Na jó! Gyere akkor, menjünk erre! Kiviszlek ebből a sötét gyerdőből. És akkor... ott hagylak majd a Strongholdnál, visszajövök érted később. Jó, hát... Kijutottunk a sötét gyerdőből, és. Hova lett? Hopp, Mintha a föld alá ment volna. Valahol itt lesz a Stronghold bejárata. Nagyszerű, legalább egy jó hír. Vihar is elmúlt. Hmm, Fantomok. Kell gyorsan egy kerítés kiköthessem a lovat. Hagyjatok békén, most épp a... az új csontváz lovamat szeretném biztonságban tudni. Gyorsan akkor egy kerítést lekraftolunk. Így. Ide letesszük és hozzá kötözzük a pacit, ha végre békén hagynál. Na, hova lettél? Remélem nem mentél messzire. Hopp, ott van a az Eye of Ender. Nagyszerű, akkor azt is begyűjtjük, majd ide kötlek, itt várj meg, és akkor majd visszajövök érted. No, bárhonnan dobtam el az Eye of Endert, erre a pontra mutatott, úgyhogy itt fogunk leásni, abban bízva, hogy itt megtaláljuk a Strongholdot, a szokásos kis két blokkos leásással fogunk haladni, hogy nehogy baj legyen, és a mínusz illetve a plusz 11-es y-koordinátánál meg is lett a stronghold. Nézzünk gyorsan körül, hogy mennyire tűnik veszélyesnek a helyzet. Egyelőre jó, és hallok valamit, itt a slime lenne. Bizony, itt egy jó nagy slime, ez nagyon jó, mert slimeunk még nincsen, úgyhogy ezt begyűjtjük, össze is jött 24 darab itt pedig egy könyvtár van, hát a háti zsák az tele van, úgyhogy ezekért a könyvekért majd később visszajövök. Nézzük, csak itt van még egy könyvtár és egy loot chest. A portálterem terem két legfőbb ismérve, a láva hang és a silverfish közelléte. Nézzünk ide be. No, valami itt van, és ott van. Így van, megtaláltuk. Következő feladat, hogy biztosítsuk a portál termet. Itt ez a Silver Fish Spawner kiüthető. Ha nagyon kell, szerzünk majd másik Strongholdban, de nem fog kelleni előre láthatóan. Az Ender Chestet már el is helyeztem oda. Felépítek ide is egy portál kaput, hogy bármikor bemehessünk innen a nedőrbe, de ami fontosabb, hogy a nedőrből bármikor bejöhessünk ide, tehát akár még az első portálunkon keresztül is eljuthassunk a Strongholdba. A nedőrben ugyanis 8-szor olyan gyorsan tudunk haladni, mint a Fenti világban, és most azt fogjuk tenni, hogy összekötjük ezt a portálkaput az eredeti portálkapunkkal. No, megérkeztünk ide a, a Fortresshez, és ott van a portálkapu, amin kijöttünk az erődből. Úgyhogy most itt egy lépcsőt készítek, olyan is magasan van ott néha az eredeti portálkapu. Viszont történt egy olyan kis baki, hogy valahol a strongholdban véletlenül elhajítottam az összes ágyúfennőt, és nem vettem észre, úgyhogy újakat kell gyártani, le is gyártok. 12-t, plusz annyira megviselt lett a páncélzat, hogy szerintem nem lenne baj, ha mindent feljavítanánk, úgyhogy egy új set legyártásra került, és össze összekovácsolom a felfejlesztett páncélokkal, úgyhogy egy vadi új szedben Látogathatjuk meg a végsárkány, és ehhez már csak a nadrágot kell felhúzni. Úgyhogy irány vissza a kis kialakított ösvényen meg is érkeztünk a portához. Remélem, hogy tényleg a strongholdba visz vissza. És igen, itt vagyunk. Akkor nézzük, hogy mire van szükségünk. Öm, akkor egy gyengéd érintéses csákányjal fogjuk tudni felvenni az Ender Viszek magammal egy törhetetlenség három könyvet, hogy majd rátehessük az elitrára, hogyha sikerül megszerezni. Kellenek a földek a csapdához. Azt mondja, hogy igen, szerintem minden a kezemben van, ami kell. Kiüthetjük az Ender és nincs más dolgunk, mint bepakolni az Eye Endereket, mind a 12-t a portálkapuba nagy levegő, és indulunk. Ez itt a vég, advancement teljesítve. Próbáljunk meg sárkány lehelletet gyűjteni. Hát kéne menni oda a túlsó végre, és már dobja is ránk a tűzgolyót. Hát akkor jó, akkor innen gyűjtögetjük a lehelletet, fogjuk a 63 üvegcsénket, és szépen összeszedegetjük a sárkány, tűz, lehelletet. Megvan mind a 63, jöhet akkor a trükkös sárkány csata. Amikor a végsárkány szigetére érkezünk, akkor biztosan a 149 és 0 koordinátára kerülünk. Ilyenkor a sárkányfészek fölé a 00XZ koordinátáig kell elmennünk, és a 145-ös magasságban elhelyezni ott egy obszidiánt, rá pedig egy vízforrást ilyenkor a víz az lefolyik, és előbb-utóbb a sárkány az bele fog akadni ebbe a vízsugárba, amikor megpróbál leszállni a fészkére. Ezt megvárjuk türelmesen egy kicsit távolabbról, és onnantól kezdve, hogy a sárkány beleakad a vízforrásba, nem fog tudni onnan kijönni, nem tud bennünk kárt tenni, egy helyben marad, gyógyulni sem tud, és nincs más dolgunk, mint kellően biztonságos távolságból leíjazni. Egyszerű, biztonságos módszer. Endőrmenek se zavarnak minket, és a sárkány sem fog bennünk kárt tenni. Azért a biztonság kedvéért van nálunk egy endőrpöl, és a kegyelemlövés után a sárkánytojás nem a földön a fészek tetejére fog kerülni, hanem a vízforrásunk helyére. Meg is érkezett az obszidiánra a sárkánytojás, úgyhogy szépen megközelítjük a sárkányit közben, miközben vergődött a vízben, letört egy kis földet, ugyanúgy elteleportál, ha megpróbálunk hozzáérni, de fogunk akkor egy, miután kiütöttük az obszidiánt, egy endőrpört, ledobjuk a földre, és lényegében minimális sérüléssel lekerülünk, és összegyűjthetjük azokat az XP gömböket, amik kipotyogtak belőle. És a szokásos trükkkel, egy fákját elhelyezve két blokkal a sárkány tojás alá, majd kiütve a köztes blokkot, a tojás ráesik és felvehetővé válik. A következő, hogy megidézzük a vidört szintén csaptába szorítva. Ekkor a sárkányfészek alatt kibányászunk két blokk mélyen egy folyosót, és az öt blokk széles sárkányfészek közepe alá, vagyis a harmadik bedrock blokk alá három blokkal leteszünk egy obszidiánt. Ez fogja biztosítani, hogy se lefelé, se felfelé ne tudjon kiszabadulni a vidör a csapdánkból. És fogjuk a négy lélek homokot, először itt kibányászunk neki annyi helyet, hogy el tudjuk őket helyezni, plusz még egy egyet a viderszkeleton koponyáknak. Most a farok részt helyezzük az obszidiára, és elé a három fejrészt rákerülhetnek a Vider skeleton koponyák, és már meg is idéztük a vidert, amint feltöltődik, az élete robbanni fog, úgyhogy biztonságos távolságra húzódunk. Megvárjuk a robbanást, és most egy csapdába esett Wither tudni lekiszabolni És tehetetlenül áll, nem tud minket megsebezni. Folyamatosan sérülve azért kardra rá segítünk. A percek kérdése és a Wither is leheli konis akit Meg lesz a második bosz egy elemdő Meg is van, meg lett a Nether Star, amiből aztán majd a beacon vagyis a jelzőfényt fogjuk tudni elkészíteni. No és akkor ott lett az új portál, annak segítségével tudunk a fő szigetről elteleportálni az End city tartalmazó szigetre, úgyhogy egy kicsit oda lépcsőzök, hidat építek, biztosítom egy picit a terepet, hogy ne legyen azért annyira életveszélyes, ugyanis itt a semmi fölött táncolunk éppen. De hát most épp most a nether, illetve most az elitrát próbáljuk megszerezni, amivel ez a helyzet már lényegesen csökkenthető kockázattal bír, és átjöttünk a city-hez, az city-ket tartalmazó szigetekre. Úgy fogunk találni Encity-t, hogy egy kicsit oszlopot építünk, átállítjuk a látótávolságot a lehető legnagyobbra, ez most nekem az optifine 48 csánk, és megvárjuk, amíg betöltődnek ezek a csánkok. Úgy, és ha szerencsénk van, akkor 48 csánkon belül generálódott itt nál, nálunk egy egy NCT, és ott van is egy kérdés, hogy van-e hajó, ott, mintha lenne hajó is, tökéletes. A hajón található az elitra, úgyhogy nincs más dolgunk, mint pár hidat építeni, és elmenni a hajóhoz, begyűjtünk még pár blokkot, és a hajó alatt egy óriás oszlopra állva szépen feltornyozzuk magunkat elfogyott már az Enstone, úgyhogy fával pótoltam a végét, de többre nem lesz majd szükség, mert az elitrával fogunk reményeim szerint innen elröppenni. Akkor megcsákjázzuk a hajót, és leszedjük a sárkány fejet rögtön innen az elejéről, hogy el ne felejtsük. Minden hajó elején van egy sárkány fej, ez lesz az első, amit begyűjtünk. Fontos, hogy a a hátizsákban legyen hely, nehogy lepottyanjon, és itt a hajó elején egy sáker őrzi az elitrát, beugrunk hozzá, eltalált minket egy levitációs talál, tölténnyel, de ennek ellenére legyőztük, van is ott egy sákerhely, megvan az elitra, csodálatos, kell még egy sákerhely ahhoz, hogy egy sáker dobozt is összehozzunk, és mi van itt lútként jó, azért <coughs> ezeket begyűjtöm, és a hajónak a végében felül találunk egy másik sákert, megpróbálom akkor őt legyőzni, és hát ha dob ő is egy sákerhéjat, itt is van, kivédjük pajzsa, és megvan, tökéletes, megvan a két sákerhéj, legyárthatunk egy sákerdobozt, és megszűnik minden hátizsák tárolási problémánk. Leteszem ide az Ender és lássunk akkor hozzá, az elitrára ráteszem a törhetetlenség hármat, ehhez szükségem van egy ülőre, úgyhogy a hozott vaskészletekkel ezt meg is oldjuk. Először akkor jöhet egy ládára két sálkerhéj, meg van a sálkerdoboz, és akkor a következő, hogy, mert már nincs szükség, legyártunk újabb 7 vasblokkot, hogy ne foglalja a sok vasróda helyet. Megvan az üllő, és akkor jöhet az elitrára törhetetlenség. Amíg nincs önjavításunk, javításunk, ez elengedhetetlen hogyha nem szeretnénk nagyon hamar elveszíteni, van rakétánk, van törhetetlenséges elitránk, nincs más dolgunk, mint elpakolni, és mehetünk tovább egy gyengéd érintéses csákányjal. Ezt kivesszük, és menjünk. Mi van ebben? Egy szokásos gyógyítás, ez most nem kell. Jó, és akkor az első repülés. Ezt azért még kivédem, és mehetünk egy másik toronyra. Egy pár sálkert még legyőzök, hogy legyen még pár sáker dobozunk, és akkor utána indulhatunk vissza. Jó, már látom is, hogy ott van egy sáker, minden torony tetején itt szoktak lenni. Pár ütés, és meg is van. No, összejött még két sáker doboznyi egyelőre ennyi elég, majd még visszajövünk ide. A két fő cél a három sáker doboz és az Elitrasz. Megvan, úgyhogy egyelőre elhagyjuk a terepet, és örülünk a győzelmünknek. Negy landolás, ez elég katasztrofális lett, na mindegy, majd gyakorlom még. Akkor visszatornyozom magam. És az Ender Pearl-el meg is érkeztünk. Hú, uh, hát ez meredek volt, szerencsére azért volt. Rajtam el, el, na, ideje megnyugodni. <laughs> és akkor újra repülő leckéket kell venni, mert szemlátomást ez már rég volt, úgyhogy vissza a fészekbe, és itt ha aki szeretné, az végignézheti a játék fő címét. Én már ezt láttam, úgyhogy ezt most kifogom hagyni, de remélem, hogy az eddigiek alapján mindenkinek sikerül majd eljutnia idáig, és a saját nevével végignézheti ezt a fő címet. Sok sikert hozzá! Visszaértünk a bázisra, rengeteg kaland van mögöttünk. Kipakolok, és utána lepihenek. Véget ért a harmadik rész. Tele volt kalanddal, én nagyon élveztem. A csont is jelenet egyenesen. Hátborzongató volt, még sose találkoztam ilyennel. Írjátok meg kérlek, hogy nektek melyik részt tetszett a legjobban, és hogy szeretnétek-e folytatást. Köszönöm, hogy velem tartott... Oh, nem aludtunk még. Fantomok. Sziasztok!